12 egyesület mutatta be a helyi általános iskolásoknak és a nagycsoportos óvodásoknak a nagyatádi mozgás lehetőségeket a Sportág választón. Tetszik ez a sportágválasztó, eddig a judo volt a kedvencem, és most a focit próbálom ki. A helyi foci csapat állomásán labda szeretetre és labdatartásra szoktatták a gyerekeket. Itt a háttérben a Nagyatádi futballklub utánpótlását próbáljuk minél nagyobb létszámra bővíteni, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a megfelelő utánpótlás, aki akár a későbbiekben a nagy csapatban, tehát a felnőttek között is bemutatkozhasson. A legtöbb sportágat ki is próbálhatták a gyerekek. Így könnyebben eldöntik, melyik áll hozzájuk a legközelebb. Azt gondolom, hogy nagy várakozás előzte meg ezt a programot, hiszen testnevelőként is, anyaként, tehát szülőként is úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a városban működő egyesületeket a szülők is és a gyerekek is ismerjék, hiszen a választás akkor tud a legoptimálisabb lenni, hogyha ezek a kisgyerekek minden egyes részét a városi sportéletnek kipróbálják. Miért van patka a lovak lábán? A helyi kézilabda csapat is gondosan ügyel az utánpótlás nevelésére. Hogy azok a gyerekek, akik nem mozdultak a sport irán, valamelyik sportágba kedvet kapjanak és válasszanak, és az a klubhoz orientálódjanak. Mi a kézilabda klubba várjuk a gyerekeket. Játékosabb feladattal készültünk, ahol azért le lehet szűrni a gyerekeknek a koordinációs képességét, illetve a kis labdaügyességre rá lehet pillantani. A ritmikus sportgimnasztikára már egészen kiskortól járhatnak a lányok. Itt ötszert is használniuk kell a sportolóknak. Hát tulajdonképpen nekünk az óvis korosztály az, ami megfelelő. 4 éves kor után várjuk a kislányok jelentkezését. Hát az óvisokat azért tartjuk egy kicsit előnyösebbek a mi sportágunkhoz, hiszen ők rugalmasabbak, mint az iskolás korosztály. Azonban iskolások közül is nagyon sok kislány érkezett már hozzánk szeptemberben. Akadt, aki már teljesen profin táncoltatta a színes szalagot. A karate klubba inkább az iskolás korúakat várják. A 6 éves kor az, amitől úgy ajánljuk, hogy ott már a gyerekeknek van egy olyan ügyességük, meg mozgás koordinációk, amivel el lehet kezdeni. Aztán ez egyre fejlődik. Nem tudom, szerintem a karate az azért egy nagyon jó, ha én nem mondjuk nem sportnak szoktam hívni, inkább harcművészetnek általában, mert a fizikummal együtt a jellemet is fejleszti. Tehát nem csak erősek, ügyesek lesznek a gyerekek, hanem együtt a fegyelmezettek is. A judósok dobásokat tanítottak a gyerekeknek, láthatóan eredményesen. A triatlon 3 sportágat is magában foglal. Természetesen fokozatosan építik fel az edzéseket a lurkóknál. Elsősorban nálunk az alapok az úszás oktatással kezdődnek, ezeket már, ahogy most itt a gyerkőcök itt vannak, óvodásként nagycsoportos korban már el lehet kezdeni. A nagy átlagot az úszás is teszi ki, mellette pedig ebben a korosztályban tornatermi edzéseket is végzünk. A futótechnikának, meg a futásnak a kis alapjait lehet elsajátítani nálunk. Nagyobbaknak már van heti, hát mondjuk azt, hogy 2 futóedzés, az egyik ez egy kicsit ilyen játékosabb, fogocska jellegű dolog, mellette ugye ott a tornatermi edzésünk. A rendezvény 2 célt szolgál. Az egyesületek számára megfelelő utánpótlást biztosít, a gyerekeket pedig játékos formában ösztönzi a sportra. Most jelenleg 11, de amúgy 12 egyesület mozgatja meg a gyerekeket. Ez a korosztály, a nagycsoportos óvodások, az általános iskola 1.-2. osztályosai és 3. osztályból azok, akik még nem választottak sportágat. A gyerekeket Ormai István köszöntötte. Szép dolog a sport, mert elsősorban játék, ismerkedés másokkal,
verseny, és hát ki a gyorsabb, ki az ügyesebb, ki az erősebb. De az a nagyon fontos, hogy együtt kell sportolni, együtt lehet sportolni a többiekkel. Végül a szurkolás sem maradt el.